Sziasztok! Mai nap történések. Erről fogtok látni egy kis videót. Eldöntöttük ma, hogy elmegyünk búvárkodni, ugye fel akarjuk fedezni itt a környéket. Hol vannak jó merülőhelyek, hogy Ádám még minél több és minél szebb korallokat, halakat, stb. Tudjanak megnézni. Van egy nagyon fantasztikus hely, amit már megnéztünk, ott lehet látni, mik voltak Ádám? Teknős béka, rája, homár, rengeteg homár, tűzhal, meg mindenféle hal, tehát nagyon-nagyon gazdag élővilág volt a víz alatt. Kettő olyan helyet tudunk eddig körülbelül, ugye, ahol már érdemes merülni. Három olyan helyet tudunk, ahol érdemes merülni, és már eldöntöttük, hogy elmegyünk egy negyediket felfedezni. Ugye ilyenkor úgy nézünk ki, hogy viszünk magunk a vízalatti kamerákat, meg három búvár. Ugye jön Zsolti, Ádám meg én. Elindulunk hajóval, kidobok egy kötelet, vagy engem húznak, vagy Ádit szoktuk húzni. Ezt majd fogunk mutatni róla egy kis ízelítőt. És amikor a vontatott ember úgy gondolja, hogy valami szépet lát, olyat, amit érdemes megosztani a többiekkel, egyszerűen elengedi a kötelet, ott megáll, és megmondja, hogy mit lát. Ekkor a többiek beöltöznek, tehát mind a hárman beöltözünk akkor búvárruhába, és merülünk egyet, megnézzük, hogy van-e valami szépség a víz alatt. Na, hát ma is elindultunk egy ilyenre. Szóltok, reggel akartunk elindulni, reggel 6 órakor, 6-kor, jól mondom, 5-kor? 6-kor. 5-6. 6-kor telefonáltak a srácok, és mondták, hogy hát a hullámok nagyok, úgyhogy ugye ezt most ma kihagyjuk. De délután 2 környékén, mikor kimentem, akkor nagyon délbe mentem ki körülbelül, és akkor nagyon jó volt jók voltak a hullámok, hát akkor menjünk délután. 3 óra magasságába indultunk el, kimentünk, nem Valakir irányába, hanem Melaló irányába indultunk el, tehát csak hogy értsétek, nem balra, hanem jobbra. És hát az elején még nem is, de egy idő után nagyon nagy hullámok voltak, ezért úgy döntöttünk, hogy visszafordulunk, és bemegyünk egy ilyen, van egy ilyen félsziget benyúlás, és bemegyünk az öbből részre, ott egy picit védve vagyunk, be is mentünk. Ott kisebbek voltak a hullámok, és ott majd a videón fogjátok látni, elkezdtük vontatni Ádit, viszont talán a hullámok miatt, valami miatt nem volt olyan jó a látótávolság. Ilyen, azt mondja Ádi, ilyen 3-4 méter környékén annál több nem volt, csak volt a látótávolság, ez nekünk búvárkodásra annyira nem jó. Ekkor úgy döntöttük, hogy jó, hát akkor átmegyünk a másik oldalra, ha már elindultunk, ugye? Elindultunk Valakirire, ahol egyébként már lehetett látni, hogy jobb is lett volna a parti részen, de ekkor megláttunk egy, hát közben horgáztunk, de ez igazából ez nem olyan igazi horgászat, csak a botok vannak benne, de halat így még nem sikerült fognunk, hogy közben így búvárkodni megyünk. És közben arra lettünk figyelmesek, hogy egy hajóról integetnek és fényjel, SOS jeleket adnak le. Hát vagy zseblámpával, vagy tükörrel, ezt már nem tudom megmondani. Nekem gyanús, hogy zseblámpa lehetett, meg pólókat integetnek, azzal lobognak, és olyan furcsán mozgott a hajó. Nem mozgott a hajó, hanem így már látszott, hogy kb. A hullámok azt csináltak, valamit akartak. És hát mikor ekkor beszélgettünk egyet a Johnnal, hogy akkor mi legyen, mondtuk, hogy egyetem oda kell menni, és megkérdezzük, hogy milyen helyzet. És oda mentünk akkor, de akkor már nagy hullámok voltak. A videó nem is látszik egyébként, de tényleg ilyen két méteres hullámok simán voltak, nem Ádi? Két-három méteres hullámok simán voltak. Videón kevésbé lehet látni. Mikor beközelítettük a hajójukat, akkor mondták, hogy az a baj, hogy ők elkezdtek horgászni a parton, halászni, de eltört a propellerük, és az áramlat az nem kifelé sodorta őket, hanem befelé a nyílt vízre. Volt két gyerek rajta, két gyerek, meg 3 felnőtt, ha jól emlékszem. Mind férfi volt az összes, tehát kimentek ugye horgászgatni. Hát a legveszélyesebb dolog, azt tudni kell, egy irányíthatatlan hajó a vízen. Ha meg nincs motorod, vagy nincs hajtásod, akkor nem tudod irányítani a hajót. Nekünk ezért van 2 motorunk. Ma ez mentette meg szerintem az életünket, hogy 2 motorunk volt.
Ugyanis az egyik srác az átúszott egy nagyon vékony a kötéllel, hogy a mi vastagabbik kötelünket áthúzzuk. De abban a pillanatban, amikor áthúztuk a vastagabbik kötelünket, és beindítottuk szépen lassan, szerencsére szépen lassan a motorokat, a propellerünk felkapta, az egyik propellerünk felkapta és feltekerte a kötelet. Na most ilyenkor választanom kellett, ugye nekem van egy kapitány vizsgám is elméletileg, de Zsoltinak is van, úgy tudom. Nem? Meg nekem is. Meg neked is van. Úgyhogy, tehát elméletileg volt három kár, de tehát el kellett dönteni, hogy mi legyen. Hát én amellett döntöttem, hogy akkor ott hagyjuk egyelőre ott hagyjuk ezeket a hajótörötteket, és kimegyünk mi is egy olyan biztos, de hát akkor már mi sem tudtunk irányítani, mert az egyik motor, le kellett állítani mind a két motort hirtelen, ugye nem, mert a kapitány kivezetett, csak kiabáltunk, hogy álljon le, nem tudta, hogy mi a probléma. Akkor megláttuk, hogy szerencsére az egyik motor tekerte fel a kötelet, de még időben sikerült megállítani, nem lett nagyobb baj, viszont nem tudtuk újraindítani, mert rajta volt nagyon vastag kötél. Leszedni a vízben nem tudtuk, hiszen kurva nagy hullámok voltak, tehát most már beforgatott, már mi se tudtunk irányítani a hajót akkor. Befordított oldalra, és mi kaptuk, akkor elkezdtük kapni mi is a vizet be szépen bőven, és a hajó már elkezdett itt elég szépen billegni. Ekkor sikerült újraindítanunk az egyes motort. Mikor az első motor beindult, akkor azzal kimentünk a partra egy olyan helyre, ahol már nincsenek akkor a hullámok. És mikor nem voltak akkor a hullámok, akkor feltrimeltük azt a motort, ami a kötelet beszedte. Sikerült róla valahogy leszedni. Nem is értem, hogy egyébként olyan erősen szorosan volt be, de a fiúk megoldották. És utána, amikor már tudtuk használni mind a két motort, akkor úgy éreztem, hogy most már biztonságosabban tudunk visszamenni menteni. Sokan kérdezték itt, hogy mi lett volna, ha egy motor. Hát, ha csak egy motorom lett volna, nem húzom ki őket valószínűleg. Tehát én azért voltam felelős, ugye, hogy a mi hajónk az épségbe is úgy menjen. Lehet ezzel egyetérteni, meg lehet ezzel nem egyetérteni, de én úgy gondoltam, hogy meg tudjuk ezt oldani. Azt mondom, hogy kimegyünk a partra, szólunk másik hajónak esetleg, vagy kimegyünk és amit csináltunk is, hogy rendbehozzuk a mi hajónkat. És mikor már van két motorunk, tehát hogyha bármi probléma van, akkor még egy motorra haza tudunk jönni, ki tudunk jönni, és nem maradunk ott, ugye mi is, akkor kivontattuk őket szépen a nyílt vízre. Hát az srác, aki velünk volt, az nem, tehát nem győztek hálálkodni, meg Isten fizesse meg stb. Utána mi elindultunk haza, de hát ugye nem voltunk éjszakára felkészülni, hogy lámpánk se volt, meg semmi nem volt, ez öreg hiba, meg ami volt a hajón, az nem működött. De a lényeg az, hogy visszaértünk, már sötétbe értünk vissza, volt, hogy 7 óra biztosan, 7 óra környékén értünk vissza. A búvárkodásból nem sok minden lett, a horgászatból nem sok minden lesz, lett viszont úgy néz ki, hogy sikerült megmenteni 5 embert. Hát valami ilyet arra kellett járnunk. Erről fogtok látni videókat is, amit most Ádám bevág, fogadjátok szeretettel. Éppen azt csináljuk. Ádám beugrott, én kötéllel biztosítom, és úgy megyünk végig a part mellé is, hogyha lát olyan helyet, amit érdemes felfedezni, akkor elengedi a kötelet, és akkor megyünk búvárfelszerelésekkel, itt vannak a búvárfelszerelésekben készítve. Általában úgy csináljuk, egy ilyen 5 és 15 méter között mondhatjuk, hogy lehetőleg többet lássunk, ugye. Sajnos most ki akartunk menni egy másik helyre, de nagyon ugyanis az a kiszögelés, ami ott van, az ugye megfogja a nagyobb hullámokat. A múltkor egyébként itt búvárkodtunk ezen a részen, mikor kijöttetek Krisztiánékkal, itt voltatok. És akkor most itt szétkérdez. De nem nyebben, apa! Mert 5 méter van alapjúcsak, egy ember nézi előre a korallokat, nehogy megvicceljenek minket a korallok. A látótávolság viszont nincs olyan szép, mint amilyen tegnap volt. Viszont olyan zavarosan viszont ilyen nagy hullámok miatt. Sajnos Ádám még nem engedte el a kötelet. Ez kettőt jelenik. Mert már így megfulladt és csak húzzuk magunk után. Ez a rosszabb. A jobbik az az, hogyha
Mi nem? Még rosszabb. Még kimen a pipája, úgy, hogy fél. Csak Rékot szoktuk cserélni, általában vagy Ádámot húzott, vagy engem szoktak húzni a fiú. Ilyen sok emberes. Egy motort ilyenkor felemeltetek a srácokkal, hogyha véletlenül gyabaszon, akkor csak egy motor szálljon el. Ugye ez fel is van trimmelve elméletbe. Igen, nem teljesen. És a másik pedig lépésbe szinte. Leállt a motorja, vagy valami sodródnak és már integettek, SOS jeleket küldtek. Oda mentünk, akkor betekert a propellerünk a kötelet, úgyhogy ott hagytuk egy kicsit őket. Most kifogoztuk a propellerből a kötelet, most megyünk mi is oda, de mint látszik, körülbelül az éjszak is hatkor érezzük magunkat, ami nem a hideg miatt, a hullámok miatt. Körülbelül olyan, hát ha oda néztek, akkor ilyen 2-3 méteres hullámok, azért annyira nem vészes. De Zsoltiéknak nem tetszik a dolog, olyan, mint a kismacskás sztoriban a kismacska, tudod? És most, és le, és fel, és le! Jéhúhú! De mély pontra kerül. Rodeo! Hogy faszom bele? Thank you.
Ma cosa mangi? Ok, gelo, gelo. Vedete, se no i ramen. Ma stessa? Qua fuori, tutto qua fuori.